Nem vagyok felnőtt, nem vagyok gyerek, a legjobb a világon én leszek. Ezek a sorok a fiú U19-es kézilabda VB hivatalos klipjében csendülnek fel, persze kicsivel dallamosabban. A bajnokságnak Budaörs, a világbajnokság Budaörs és Érd ad otthont augusztusban, a világverseny sorsolására a felnőtt válogatott csapat és szövetségi kapitány is ellátogatott. Ők már legendák, nyomukban az új generációval ime. A legjobb a világ. Profi megvalósítása pályán kívül, lendületes, buzdító zene a Káosz Központtól. 21. századi vágástechnika bemutató kisfilmben. És vicces Kabala Bika az 5. U19-es férfi kézilabda világbajnokság sorsolásán. A világversenyre augusztusban kerül sor, 24 ország közel 100 meccset játszik majd le. A mieink a házigazda jogán a D csoportot választották. Itt a németekkel és a norvégokkal is meg kell majd küzdenünk. Végső döntésem, hogy a mi válogatottunk a D-es csoportot fogják. A kapitány szerint az osztrákok miatt dőlt erre a mérleg nyelve. Azt döntötte, hogy Ausztria ebbe a csoportba, aki talán nem annyira erős, de minden csoport szerintem nagyon-nagyon erős. És hát ez egy kicsit lutri, és ugye, ahogy mondani szokás, vásár után okos a paraszt, tehát akkor látjuk majd, hogy mennyire volt jó választás, amikor játszok a meccseket, vagy már lejátszottuk. Nekem per pillanat ez tűnt a legkedvezőbbnek. Borbély Ádám a csapat kapusa az első négy közé várja magukat, de ő másik ágat támogatott. Biztos nem a D-t választottam volna, de szerintem nem a legnehezebb csoport így se. A németek azok az aktuális Európa bajnokok, akikkel biztos nagy csatát fogunk vívni. Remélem az első hely megszerzéséért. Hát a norvégokkal már játszottunk két meccset, egyszer nyertünk, egyszer meg kikaptunk sajnos, de szerintem van esélyünk akár az első hely megszerzésére, de a másodikra mindenféleképpen be kell érnünk, én úgy gondolom. A nemzeti válogatottnak az összecsiszolódásra már nem kell koncentrálnia. A csapat az teljesen összeszokott, még ugye az edzőtáborok, amiket havonta megrendeznek, 3-4 napos edzőtáborok, azokon is találkozunk, de viszont ezen kívül is tartjuk a kapcsolatot még. Meccset még több mint két hónapig nem tudunk nézni, de íme a hivatalos klip és annak legviccesebb része. Nem vagyok felnőtt, nem vagyok gyerek. A zeneszerző is valami formabontót akart létrehozni. Elmeséltem azt, hogy én nem szeretnék ilyen patetikus, összekapaszkodós, hütteérzéses, világbékeéneklős dalt, hanem olyat szeretnék, ami a versenyzőknek, a versenyzőkről szól, arról szól, hogy ők milyen érzésekkel mennek pályára, arról szól, hogy a legjobb a világon én leszek. A Veszprém és a felnőtt válogatott kiválósága Nagy Laci élvezte a színészkedést. Feladatokat el kellett végezni, úgyhogy abban a pillanatban egy szigorú tekintetet kellett produkálni, utána meg egy mosolygósat, és valóban nyilván azt gondolom, hogy az embernek mutatja meg minden arculatát, amilyen a természetben is, és minden olyan dologban, ami kézilabdával, utánpótlással kapcsolatos és lehetőségünk van, tehát edzésünk engedi, akkor nagyon nagy szeretettel segítünk a Magyar Kézilabda Szövetségnek. Ez egy teljesen más dolog volt, mint egy edzés. Nagyon lefárasztott ez is, ugyanúgy, mint egy edzés vagy egy mérkőzés, de azt gondolom, hogy ezeken túl jót szórakoztunk. A válogatott csapatkapitánya örül, hogy a mai utánpótlás korosztály sokszor kerül reflektorfénybe. Az ő pályája kezdetén ez még közel sem volt így. Akkor én utánpótlás korosztályú voltam, sajnos nem az adott meg az a lehetőség, hogy Magyarországon kerüljünk így igazából kamerák elé, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon jó dolog, hogy az utánpótlásra ilyen figyelmet fordítanak. Rohan el az idő! Én majd elkapom! Mocsai Lajos a klipben és a sorsoláson is fontosnak tartotta a részvételt. Nagy figyelemmel követi a fiatalok fejlődését. 5-6 játékos már most NB1-es felnőtt csapatok alapemberének számít, teszi hozzá. Visszagondolok a mi korosztályainkra, a gyerekkorunkra. Ez a 18-19 éves korosztály már az első osztályú meghatározó csapatokba is a keretbe került, és NB1-B-be pedig a meghatározó játékosok voltak. Tehát ez egy nagyon fontos korosztály. De a srácok most garantáltan nem a következő éveket tervezgetik, hanem várják az augusztust, amikor országvilágnak megmutathatják, ők is legendává szeretnének válni. Néhány év is legenda leszek, tudom, mit akartok, kilövöm a sarkot.